Az ezernyi völgyszabdalt a Zalai Dombság fővárosa, Zalaegerszeg adott otthont a Sajtóklub országjáró műsorának, hogy önökkel együtt vitathassuk meg hazánk és a nagyvilág égető kérdéseit. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntjük kedves mindnyájukat. Ez most nem tudom hányadik ilyen nyilvános sajtóklubunk, már vagy a negyedik. Én még mindig nehezen szokom meg, hogy mindenki minket néz, mert a stúdióban ott viszonylag szűkebb a létszám. De azért belejövünk. Tisztelt hölgyek, urak, van egy friss, ropogós témánk, azzal gondolnék kezdeni. Gondolom, hogy önök is olvasták, hogy Kósa Lajos barátom 1200 milliárd forintért vásárolt. Euróért. Ja. 1200 forint, 4 milliárd. Igen, valahogy így, szóval 1200 milliárd forintért vásárolt mindenféle állampapírokat és részvényeket. Ez a nap híre. Ezt megírta reggel a Magyar Nemzet, és azóta az összes fake news csatorna és hírportál átvette a hírt. Az a helyzet, hogy tudom én, hogy már egy hónap sincs a választásokig, de, és éppen ezért érteni is vélem, de ebből az egészből semmi nem igaz. Semmi. Viszont egészen biztos vagyok abban, hogy a hátralevő szűk egy hónapban minden napra jutni fog valami ilyen. Úgyhogy én már felkészítettem a feleségemet mindenre. Az ég egyadta világon, mindenre felkészítettem. Arra is, hogy fiúkkal szoktam. Én már azon sem fogok csodálkozni. Minden esetre járjuk körül. Kósa Lajos 1200 milliárdos részvény és állampapír vásárlási ügyét, annál is inkább, mert a HUT saját bevallása szerint csak azért késett fél órát. Azért nem fél órát. Igazad van, 28 és fél percet. Csak azért késett, mert ezzel az üggyel foglalkozott az út szélén, félreállva. Geri, parancsolj. Ez igaz amúgy. Hoztak esetleg csipeszt, vagy van valakinél, mert semmiképpen nem szeretném ezt az újságot kézzel megfogni, de azért valahogy mégis megpróbálom. Valamikor itt dolgoztunk, én is. Én is. Nem csak a Zsolt. És itt van egy cikk. Kósa Lajos mert nagyot álmodni. Mindenki jelentő módban. Most komolyan azon túl, hogy 1200 milliárd forintos gyakorlatilag korrupcióval vádolják meg a Fidesz egyik alapítóját és vezető politikusát. Tehát mert kimondani is annyira elképesztő, hogy ezt egyáltalán ki gondolta komolyan, hogy ezt bárki elhiszi, de ezzel mindjárt tovább is léphetünk, mert hogyha végignézünk az ellenzéki sajtón, ők mind úgy tesznek, mintha tátott szájjal elhinnék. Minden esetre szerepel ebben a gusztustalan kis újságban egy mondat, mi szerint 4 milliárd 353 euró felett rendelkezhetett Kósa Lajos, a több mint 1300 milliárd forintnyi összeget az FHB Kereskedelmi Bank ZRT-nél helyezték el, írja a Magyar Nemzet. Na most ebből egy betű nem igaz. Egyrészt, hogyha ezt valóban egy közjegyző előtt megkötik, annak csak a közjegyzői díja 3 milliárd forint lenne. Másrészt a magyar banktörvény szerint ilyen számlát nem lehet nyitni, tehát ilyen összegre nem lehet nyitni számlát. Ez a pénz egyébként durván a magyar költségvetésnek olyan egyötöde, tehát gyakorlatilag hetekig él belőle az egész ország, amit Kósa Lajos ezek szerint zsebretett. De mint kiderült, és valóban ezzel foglalkoztam és próbáltam megírni, csak utána kicsit rögösebb volt az út, mint gondoltam, az, hogy egy Szabó Gáborné Matkó Mária nevű szélhámos asszony egy újkori tribuszerné áll az ügylet mögött,
akinek nem ez az első esete. Az a sztoria, hogy ő, hát ezt az 1000 milliárd forintnyi örökséget megörökölte német nagyvállalkozóktól, és ezt szeretné értelmes módon befektetni. Ezzel már komoly magyar vállalkozókat vett le. Az a sztori, amiről itt írunk, az első, egy korábbi eset, ott a Magyar Fejlesztési Banka károsult, és a kár ott még csak 100 millió forint, tehát kicsiben kezdte a szélhámos hölgy. Kósát már 1300 milliárddal próbálta beugratni. Hát természetesen hiába vitte ezeket a félkész, általa alá nem írt engedményezéseket az akkori debreceni polgármesternek. Nyilván miután megnézték az ügyet, kiröhögték és elküldték. Maga Kósa Lajos azt mondja, hogy azért egy polgármester, egy nagyváros polgármester, és nem tudom, hogy polgármester úr itt van-e, de jó napot kívánok, de talán ön is tud erről beszélni, elég furcsa szerzetek szokták megkeresni. Tehát neki is akarta már eladni vízzel hajtható autót, meg mindenféle elképesztő befektetési lehetőséget, mint mondja ő, az ilyet meghallgatja. Mi több, talán még azt is aláírták, hogy ami ott elhangzik, az titokban marad. És nyilván, amikor kiderült, hogy 1300 milliárd forintot szeretne Kósa úrra bízni befektetési célzattal, az egyébként meglehetősen rossz vágású asszonyság, akkor természetesen pontot tettek a történet végére. Na ez az, ami Simicska Lajos atombombája, de ahogy nézzük, egyelőre egy óvodás pukiban látszik kimerülni. Uraim, hozzáfűzni való? Igen. Ez a nigériai trükk, sokan is kaptak már ilyen e-mailt, hogy én egy nigériai hercegnő vagyok, vagy trónörökös vagyok, éppen most örököltem 1600 milliárd dollárt, és, de nem tudom hova tenni, hogy rád bíznám, rád szeretném bízni, mert olyan szimpatikus, megbízható ember vagy, csak küld el a címedet, és én már küldöm, a bankszámla számot kellene, meg a kódja, és akkor én már utalnám is a pénzt. Tehát ez egy célhámos trükk. Valóban így vagy, Kósa Lajos azért lehet hibáztatni, hogy amikor ez a hölgy a gyönyörű kék szemeivel belenézett a polgármester szemébe, és azt mondta, hogy itt hozok most 1300 milliárdot, akkor nem ébredt föl benne a gyanú, hogy ez talán egy picit túl sok, de ez ennyi. Tehát ez egy sima célhámossági ügy. Egyetértek Zsolttal azzal, hogy nagyon nagy bajba lehet a politikai ellenzék, hogyha már ilyen eszközökhöz nyúl, de hogy mennyire nagy a baj, a hihetetlenül fejlett Szél Bernadett, ugye a Magyarország jövőbeli miniszterelnöke, bár ehhez Karácsony Gergelynek is lesz nyilván néhány szava, összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését, hogy ezzel a hülyeséggel foglalkozzanak. Persze a Jobbik is támogatja ezt a dolgot, mert miközben pontosan tudják, hogy ez semmi, ez egy... volt egy felesleges fél órája Kósa Lajosnak annak idején, amikor polgármester volt, és ennyi, és valahol hevert ez a papír, valaki megtalálta, és csinált belőle valamit. Nem mondom, hogy sajnálom az ellenzéket, magunkat sajnálom, hogy ilyen ócska ellenzék van, akik ilyen eszközökhöz folyamodnak. Gábor, bármi hozzáfűzni való? Ha persze. Biztos emlékeznek, hát elég. Aztán majd a feledés homályába fog az hullni, amikor Simicska Lajos megivott egy üveg viszkit, és utána trágárságokat kiabált bele az étterbe, és csinált magának egy saját médiát, és akkor az ellenzék rettentően várta, vágyta, hogy majd Simicska Lajos atombombákat fog dobálni, mert ő neki biztos mindenféle dolgai vannak, amivel majd teljesen átfordítja a választást. Szóval kiderült, hogy az első atombomba az egy festékes flakon. Ezzel bírt nyomást gyakorolni a Fideszre. Fönnáll a veszély, hogy ezt még beveti. Egyszer, kétszer, főleg, hogyha megint talál egy üveg viszkit a Spájcban. Most egy újabb atombomba, festékes flakon súlyú atombomba sikerült előhúzni. Valóban egyetértek az urakkal, további atombombákra lehet számítani, hasonló súlyban. Ezzel most április 8-ig együtt kell élnünk. Zsolt, te mondtad, hogy már csak néhány hét van a választásig, azt kell kibírni. Valószínűleg Lajosék is így gondolkodnak, mert egyébként be lehet perelni ezt a kiadványt. Mikor fog dönteni a bíróság? Hát bizonyosan április 8-a után. Majd akkor, ha még lesz magyar nemzet, szerintem egyébként nem,
majd kiteszik a helyreigazítást, ugye? De le is teszem én nem, mert beleég a retinámba. Ha már András emlegette a leendő miniszterelnököt, Szél Bernadettet, emlékeznek, még gyerekkorukban volt egy ilyen feladvány, hogy át kell vinni a gazdának a folyón a kecskéjét, egy farkast, meg egy káposztát. De a csónakban rajta kívül csak egy valami fér el, és akkor hogy lehet átvinni ezt a három dolgot? No, ennek mintájára hoztam valamit önöknek. Tegnap küldték el nekem. Van egy kis rajz, folyópart. Sokan vannak a folyóparton. Mondom, hogy kik vannak a folyóparton. Vona Gábor, Szél Bernadett, Fekete Győr András, Gyurcsány Ferenc, Kunhalmi Ágnes, Karácsony Gergely és Juhász Péter. Van egy csónak, abban összesen... Bokrus Lajos nincs is volt. Kár. Mindenkinek át kell jutni, a csónakba ketten férnek bele. Feladvány a következő. Gabi Detti, András Feri, Ági Geri és Peti át akarnak kelni a folyón. Gabi csak Dettivel és Andrissal hajlandó utazni, míg Detti mindenkivel, kivéve Ferit. Andriss vagy egyedül utazik, vagy mindenki mással. Ági és Geri csak együtt utaznak, és nem hajlandóak Gabival utazni, valamint Feri és Peti sem utazhat Gabival. Át tudnak-e kelni április 8-áig? Ezt rohadtul szeretném, hogyha megfejtenék önök is, jó? Bíbelődjenek el vele, van még rá 30 napjuk. No, nézzünk egy következő témát, tisztelt hölgyek, urak. Gondolom, hogy a festői Zalaegerszegre is eljutott egy bizonyos Bécsről szóló videó kalandos története. Lázár János Bécsbe ment, készített egy videót arról, hogy hát Bécs bizonyos kerületeiben nem fenékig telj fel az élet. 24 órán belül kitört az Armageddon. A bécsi sajtó, mindenféle bécsi politikusok, na és hát természetesen a honi ellenzékünk és a sajtója elmagyarázta, hogy Lázár egy, nincsenek is szavak, egy xenofób, rasszista disznó, meg hazudik össze-vissza, hát Bécs az egy csoda. Ott gyakorlatilag nincs bűncselekmény. Ott az oroszlánok együtt élnek a juhokkal. Egymás tenyeréből esznek. Minden frankó, és azóta emberek, most már lassan nem tudunk úgy lefeküdni és fölkelni, ez föltűnt önöknek? Egy hét alatt ma történt a negyedik késes támadás, a negyedik. Ugye kezdődött azzal, hogy a bárányok közül egy afgán bárány megkéselt egy komplett osztrák családot, aztán a csecsen drogdílerét. Ez önmagában izgi. Jól jelzi egy város bűnügyi térképét, hogyha afgánok késelnek csecsen drogdílereket. De ha egyébként csak egymást késelnék, az a túl nagy probléma nem lenne. Az a nincs probléma. Ameddig afgán késel afgánt meg csecsent, az oké. Okay. Csak az a baj, hogy előtte megkéseltek egy komplett osztrák családot. Aztán afgán késelt afgánt, aztán afgán késelt posztos osztrák katonát, ma meg afgán esett neki egy rendőrnek, akit ki akart rángatni a rendőrautóból. Ez az elmúlt egy hét bűnügyi krónikája Bécsből. Egyébként az ellenzékünk, meg a sajtó, meg a Facebookon ilyen egymást csoportokba verődve, egymást erősítgető ellenzéki kis honfitársaink szellemi színvonalát és lelki állapotát elég jól jellemzi az a tény, hogy amikor az első bűncselekmény megtörtént, nagyjából 24 órával Lázár videója után, a Facebookra valaki azonnal beírta, és ez futó tűzként elterjedt, hogy ezt Orbán intézte. És ez nem viccből volt odaírva, ezt halálkomolyan. És egymás között osztották meg gyakorló elmebetegek,
hogy az Orbán a magyar titkosszolgálat segítségével késeltet meg komplett osztrák családokat afgánokkal Bécsben. Ugye elképzelem ezt a videót, mikor halló, mondja Orbán, halló, szevasztok gyerekek, meg kéne késelni Bécsben egy osztrák családot, és utána egy csecsen drogdílert menni fog? Menni fog. Milyen legyen az elkövető? Legyen afgán. Na oké, ciao. Itt mindenki komplett hülye b***. Ezek elmebetegek. Ez a mi ellenzékünk. De tudod, miért gondolják? Miért? Hát mert az ő haverjuk Fletó ugyanezt ellenben megcsinálta. Jó, ez tehát az a Fletó, akivel most ilyen füllett nász éjszakán próbál egybekelni Vona Gábor, Szél Bernadett, Fekete Győr András, és ne fokozzunk, mert többen is, mint én is vizuális alkat vagyok, úgyhogy nem szeretném elképzelni, de Fletó megcsinálta. Tehát csak amit bebizonyítottunk, az a provokáció, a szlovák terroristákkal való ijeszgetés, hogy a Fidesz 2006 őszén azért nem tarthat nagy gyűlést az összödi beszéd kipattanása után, mert hogy szlovák terroristák fognak ott robbantani. Vizsgálati jelentés megállapította, hogy a szlovákok a határ környékén sem voltak, nemhogy Kossuth Lajos téren. És így tovább, egészen odáig, amikor az alvilág fejével egyezkedik Gyurcsány Ferenc bizalmasa. Egyébként nagyon érdekes a sztori, visszakanyarodjunk a legelejére. Portik Tamással 2008-ban Szilvási György utasítására Labort Sándor, és azt mondja a maffia főnöknek, hogyha csinálsz lejárató információkat a Fideszről, nem kell, hogy igaz legyen, akkor szerzünk olyan bírót, aki téged felment. Ez föl van véve, emberek. Hál' Istennek volt olyan becsületes titkosszolga, aki felvette, és megvan az egész. És a Laborcot a bíróság fölmentette. Miért nem mentette volna fel? Végül is csak az alvilággal egyezkedett és ajánlott fel különféle szolgáltatásokat. De ki az, akit először is le akartak járatni 2008-ban? Nem tudom, ki emlékszik rá. Kósa Lajost. Jelentkezett egy szerencsétlen kezét tördelő vállalkozó, hogy ő személyesen adott át Kósa Lajosnak nem tudom hány 10 millió forintot egy nejlonzacskóban, majd két nap múlva bőgve bevallotta, hogy őt megfenyegette az alvilág, és azért csinálta az egészet. Jó, de... Ő volt az első áldozata a 2008-as paktumnak. Természetesen az is hazugság volt. Úgyhogy úgy látszik, hogy Kósa Lajosra ilyen szempontból a baloldal rúgja rájá. Emlékeztek a prostituáltra, aki hát, Kósa... Ezt úgy akartam mesélni. Úgy látszik, hogy ez valahogy ez, beakadt. Ez életszerű, tehát az már akkor is eltöprengtem azon. 2002 megvan még? Lajos, Debrecen, főpályaudvar, fényes nappal. Saját autóba. Ugye elképzel, ez nem? Tehát tényleg? Nincs itt az alaegerszegi polgármester? De ott van. Most van alibije, látjuk, hogy itt van. Mert teljesen nyilvánvaló, csak azért érdeklődtem, mert teljesen nyilvánvaló, tehát ha én polgármester vagyok, ráadásul egy megyei jogú városba, és éppen prostihoz támad kedvem, hát napnál világosabb, hogy a saját városomban, fényes délben, a főpályaudvar mellett a saját kocsimba fogok nem? Hát ez... Ma! Hát ezt egy hülye is így csinálja, nem hogy egy megyei jogú város polgármestere. Emberek. Andris, te még nem mondtál én semmit. Köszönöm. Az egyik, hogy ha már itt felemlegettétek 2006-ot a Gyurcsányféle gaztetteket, nekem van egy konkrét személyes élményem. 2006-ban, amikor a Fidesz országos választási gyűlését megfenyegette Szilvási György, titkosszolgálati miniszter, hogy biztos információja van arról, hogy robbantani fognak a szlovák terroristák, akkor ugyanúgy mindenki tudta, hogy később, amikor Tarlós István kampányában lett volna szintén egy ilyen gyűlés, és ő is kapott Szilvási Györgytől egy üzenetet, hogy sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a terroristák, bár a Fidesz lemondta a gyűlést, de most akkor úgy érzik, hogy itt kellene megvalósítani, kibontani a művészetük minden részletét. És én akkor Tarlós Istvánnal beszéltem erről, és ő azt mondta, hogy le kellett mondani a gyűlés, mindenki tudta, hogy ez egy üres blöff. De senki nem vállalhatja a felelősséget, hogyha olyan mélyre süllyedtek ezek az emberek, hogy esetleg valakit felbérelnek, hogy egy bombát helyezzen el, és az felrobban is, ha csak meg is sérül egy ember, senki nem vállalhatja ennek az ódiumát. Ezt most addig mondom el itt, mert
egy picit úgy próbáltak ránk ijeszteni a békemenetet, illetőleg szerencsére, amikor látnak bennünket, az ország többi részén már túl leszünk a békemeneten. Ez a világ, hála a jó Istennek, elmúlt, és ne is jöjjön vissza soha többet, tehát ezek a fenyegetések nem jöhetnek vissza. Minden esetre az, ahogy Kósa Lajos ellen ezzel a színvonalattal, a hülyességgel próbálnak operálni, ez a társaság, ha hatalomhoz jut, akkor nem kimél se Isten, se ember. Kanyarodjunk még vissza Bécshez, mert szerintem egy nagyon fontos dologról szól ez a történet. A választ, amikor egy ország kormányt választ, parlamentet, majd a parlament kormányt, akkor általában egy dolgot várnak a kormánytól, hogy kormányozza, működtesse az országot, mint egy több millió tagú vállalatot. Ebben sem volna nehéz szerintem Magyarországnak dönteni, mert van egy csapatunk, amelyik bebizonyította, hogy jól kormányoz, van egy másik furcsa csoportunk, amelyik már bebizonyította, hogy rosszul kormányoz, de van itt még egy nagyon fontos dolog, és a Bécs erről szól, hogy most arról is kell dönteni, hogy egyáltalán meg lehet-e biztonságban önmagának tartani Magyarországot, magyarnak, befogadónak, nyíltnak, ahogy is amilyen mindig is volt Magyarország, és itt az ellenzék csak maszatol, csak negatívumokat mond, és valójában teljesen igaza van a Lázár videónak. Az a kérdés, akarjuk-e a jövőben azt, ami Bécsben történik, akarjuk-e Budapesten, akarjuk-e Zalaegerszegen, akarjuk-e Celldömölkön, tulajdonképpen erről fogunk szavazni. Talán még egy adat, ha már, igen, mert most kezdünk komolyan, felnövünk a témához, hogy Tuzson Bence mondott egy számot. Azt mondja, egy migráns egy évben 9 misibe kerül. 9 millió forint nagy pénz. Megsacolta, hogy mennyi az egy hónapra vetítve, mert mi Magyarországon havi költségekbe gondolkodunk. Hát ez több mint 800 ezer forint, 820-830 ezer forint körül lehet. Ennyibe kerül egy migráns tart. Erre mondta a miniszterelnök, hogy vagy a migránsok, vagy a magyar gyarapodás. A kettő együtt nem működik. Ez az ország nem bírja el ezt a terhet. Kiki gondoljon bele, hogy mennyi ez a 800 ezer forint, az ő 800-830 ezer forint, az ő személyes jövedelméhez képest, és gyorsan tegyük hozzá, hogy ebben valószínűleg nincsen benne a lakhatás megteremtése, tehát ez az életvitelhez való költség hozzájárulás, mert benne van az etetése, ugye a kések élezése, mert a tompa késsel nem tudnak működni. Tehát azok azért eszközök, tehát az infrastruktúrát meg kell teremteni, de, és a ház is. Na most az a helyzet, hogy azt mondja az ember, hogy most tényleg, hát mi, miért is legyünk hülyék? Egészségesen. Aki késik, így jár. Csak visszatérve egy persze, mert nekem nagyon izgatja a fantáziámat a régi nagy merényletek időszaka, ugye Fletó alatt, ahol a szlovákok akartak robbantani, aztán március 15-én a Nemzeti Múzeum tetején ugye mesterlövészek foglaltak helyet, míg Ferenc testvér lent mondta a tutit, mert akkor is nagyon féltünk a terrortól, és emlékeznek arra a dicső pillanatra, amikor belőttek a rendőr palotába? És úgy volt, hogy nem is tudom, be kell zárni az országot. Hát, összeült mindenki. Csak eszembe jutott egy kis családi történet. Két nagyfiam édesanyjáik a Kossuth téren laktak, ugye a Sréhen, a Földművelésügyi Minisztérium háta mögött. És még az Átkosban történt, az Esti Hírlapos cikkeket is láttam, mert a család őrzi, hogy belőttek a Földművelésügyi Minisztérium ablakán. Rettenetes botrány volt belőle. Akkori titkosszolgálat is mindenki összeült, mert hogy valaki, nyilván egy terrorista, nyilván egy imperialista terrorista belőtt az ablakon. Apósom volt a legokosabb a családban, mert azt mondja, hogy
fölismerte, készült egy fotó, tehát a belülről a minisztériumból lefotózták a két átütött ugye ablakgolyó nyomot, a két lukat, és ahogy mondja, néztem az esti hírlapon a fotót, és a két luk meghosszabbításában ott volt az erkélyünk. Pontosan tudtam van a pillanatban, hogy mi történt. És azt mondja, sokat nem kellett várni, mert rájuk törték az ajtót. Kádár elvtárs huszáriai, ugyanis az akkor 6 éves sógorom egy tejgumis csúszlival és egy csapágygolyóval. Ő volt a terrorista. Ő volt az, aki miatt esti hírlap cikk született. Na, csak azért, hogy mindenki tudja, hogy hogy kell foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Ha már szóba hoztátok, mert nem én hoztam szóba, én csak a végén akartam szóba hozni, de ha már szóba hoztátok a békemeletet, most onnan kezdve meghallgatom a tanult urak véleményét is. Van egy kicsi potrohos, kényelmes ismerősöm, akinek az a véleménye, hogy az űz sportot, az gyakorol sportot, aki nem elég intelligens, hogy megnézze a tévén. Ez egy intelligens férfi ember, ő meg szokta nézni. Bevallom, én is meg szoktam nézni. Kézilabdában nagyon jók vagyunk, fociban nem annyira jók vagyunk, de az ember szívesen megnézi. De egy kicsit becsapja az embert a meccsnézés. Mert azt gondolja az ember, hogy a politika is valami olyasmi dolog, hogy a fiúk ott lenne a pályán fociznak, mi borzasztóan drukkolunk, és berúgják a gólt, aztán kapnak is, még a hülye bíró rosszat fúj, vége lesz, győzött a csapat, győztünk, hurrá, iszunk egy jó sört. Hát a politika nem ez. Mi focizunk a pályán. Tehát azt hiszem, az egyik fontos dolog, amit újra és újra érdemes végig gondolni, hogy nem drukkerek vagyunk. Nem arról van szó, hogy van egy szeretett csapatunk és szorítunk érte, hanem arról van szó, hogy le kell mennünk a pályára és focizni, be kell nekünk rúgni a gólt. Ez jön most, ezek a hátra lévő napok erről szólnak, le kell mennünk a pályára, és nekünk kell a meccset megnyerni. Én annyit tennék hozzá, hogy szerintem a békemenet, mint olyan, mint intézmény, ad a cselekvő jelenlét élménye és megnyilvánulása. Azt értem ez alatt, hogy hát végig kell gyalogolnunk egy több kilométeres távot. És ez a, tehát ma mindenki főszereplő, nem számít, hogy hanyadik sorba gyalogol valaki, mindenki főszereplő, végig kell gyalogolnunk ezen a távon, és egy gyaloglás közepette meg kell mutatnunk magunknak, a világnak, hogy együtt vagyunk, egy akaraton vagyunk, szeretjük egymást, szeretjük a hazánkat, és fontosnak tartjuk azt az áldozatot, hogy ki honnan jött, van, aki távol, innen Zalaegerszegre sokat kell utazni, Budapest környékéről kevesebbet, mindenki eljön, és demonstrálja azt, hogy azért megyünk, mert szeretjük a hazánkat. Tehát egy egészen fantasztikus magyar találmány. Most ez a gyönyörűséges együttlét kiegészül egy nagyon fontos dologgal, mert a miniszterelnököt meghallgatni ebben a pillanatban több, mint egy méltóságteljes megemlékezés egy jelentős nemzeti ünnepen. Nyilvánvalóan óriási történelmi lelki párhuzamok vannak a akkori és a mai helyzet között. Vélhetőleg a miniszterelnök pontosan erről fog nekünk beszélni. Tehát egy cselekvés és egy együttlét olyan élmény, ahogy a Gábor mondja, valóban így van, hogy lehet ezt nézni, úgyis nagy élmény a televízió, aki nem tud eljönni, nem marad le sok mindenről, de aki ott van, az tudja, és aki ott volt, az már tudja, hogy ezt az érzést, amikor ott együtt vagyunk, ezt nem lehet hasonlítani semmihez. A másikra röviden, hogy mi a tét a választásom, szerintem ezt most már mindnyájan tudjuk. Én magam részre így fogalmaztam meg, hogy élet vagy halál. Tehát ezek a rettenetes hírek, amik jönnek Ausztriából, Svédországból, Franciaországból, a világ, Európa nyugati részéről, Amerikából, ezek a rettenetes hírek, ezek nem jöhetnek be Magyarországon. A hírek igen, de a cselek,
a cselekedetek nem jöhetnek be, meg kell állniuk a magyar határon. És ez a választás erről fog szólni, hogy akarunk gyarapodni, menni tovább, akarunk-e felnőni, akarunk egy boldog, jómódú, egészséges nemzetként élni, vagy elviseljük azt a rettenetet, ami az emberek a szíve szakad meg. Hát Bécs azért egy gyönyörű város, tényleg egy megszépült Budapest volt. És ma ez a gyönyörű Bécs egy sírnivaló helyzetbe keveredett, és a szegény osztrákok, akik nem vették észre, hogy hogyan sodrottak ebbe a helyzetbe bele, még egy utolsó mondat, gondoljanak bele ebbe a fiatal osztrák kancellár. Micsoda elképesztő fájdalom és keserűség, másfél mennyi nagyvonalúság, hogy amikor Lázár János kimegy Bécsbe és elmondja, hogy nézzetek körül, itt valami nem stimmel, azt mondja ez a Sebastian Kurz, ugye jól mondom a nevét, hogy hát igen, itt-ott sajnos ez a helyzet. Tehát nem azt mondta, hogy kikérem magamnak, hanem azt mondta, hogy sajnos igen, igaz, bizony, Magyarország mi e tekintetben már boldogabb nálunk. Gergőben. Hát én ugye nagy szerencsémre ott voltam veletek, amikor láztól égve szerveztétek az első békemenetet, és mi szerkeszthettük az aznapi, meg az előző napi lapszámot a Magyar Hírlapnál. Egy hihetetlen erő és lelkesedés volt ebben az egészben, ugyanis akkor megtámadták Magyarországot. Az első békemenet a külföldi fenyegetés visszautasítása érdekében szerveződött. A nem leszünk gyarmat, transzparens próbálták kigúnyolni, pedig hát miről szólt az egész? Pontosan arról, hogy nekünk is azt a sorsot szánták, mint Görögországnak, és ha maradunk azon a pályán, az IMF okos tanácsait hallgatjuk, hogy ha bezárjátok a kórházak felét, meg csökkentitek a tanároknak a fizetését, meg megszüntetitek a diákok ösztöndíját, na majd akkor egyszer jó lesz, akkor most ott kavarognánk mi is a klotyónak a szörvényében, ahol most kavarog még mindig Görögország, képtelen kiszabadulni az adósság csapdából. Ugye nem fogadták el azt, hogy a magyarok különutat járnak, hogy hazaküldtük az IMF-et, és megpróbálták először tönkretenni a magyar kötvénypiacot, ezáltal egy államcsődöt előidézni, utána meg egy nyílt politikai támadás következett Brüsszelből és Berlinből, Németországból Orbán Viktor megbuktatására. És hát hatott a békemenet tömege. Merkel Mutti átgondolta, hogy nem lesz ez ilyen egyszerű. És talán mégsem kéne egy forradalmi polgárháborús gócot csinálni Magyarországból. Ugye most békemenet a hazai ármánykodók és összeesküvők ellen fog felvonulni, ellenükben pontosan, mert nincs is ki ellen felvonulni. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a békemenetnek a méltóság teljes nagy tömege talán majd felébreszti a bizonytalankodókat, amikor látni fogják a tévében, hogy a város összes többi részén Budapesten a politikai állatkert mindenféle élőlénye a csimpánztól a mesztelen csigáig majd megjelenik. Vona Gábor ott fog állni a Battyányi örökmécsesnél 50-ed magával körülbelül, a Battyányinak az emlék helyénél, miközben azután, hogy Vona már nem szürke farkas volt, de még nem buksikutya a Spinoza házba, nem tudom, ki emlékszik rá, royalista volt és hajnaupárti. Hajnaupárti volt Vona Gábor. Hogy van képe Battyányi örökmécseséhez odatolni az arcát? És akkor a többiekről nem is beszélünk, hogy amikor már Juhász Péter, meg Fekete Győr András, meg Karácsony Gergely kivonulna, ez lesz a békemenetnek az igazi üzenete, hogy a békés, méltóságteljes, az országot építő, gyarapító és oltalmazó többséggel szemben ott vannak a bohócok. Tessék választani. És talán a választás tétje is az, hogy sikerül ezt a méltóságot megőrizni. Még egy zárójelet, ha megengedtek, én nagyon háborogtam, hogy ott lelkes, még viszonylag fiatalabbként, a békemenet elnevezés mellett, hogy milyen hülyeség ez, hát harci menet legyen, ne békemenet. De hát végül is talán te voltál a névnek az ötletgazdája, András. Titeket igazolt az idő, mert békét kell hirdetni ezekkel a szerencsétlenekkel szemben. Is. Megengedik, hogy itt a végén akkor egy kicsit elfilozofálgassak csöndesként? Ha nem engedik meg, akkor is elfogok. A helyzet a következő, drága barátaim. Azt azért lássuk be, hogy a magyar társadalom tényleg
végletesen kétfelé van szakadva. Mondhatjuk azt is egyébként, hogy háromfelé van szakadva, csak a harmadik fele az, az a fekete lyuk, ahol nem tudjuk, hogy mi történik. Onnan nem jön ki sem akarat, sem vágy, sem óhaj, sem reménység. Az a fekete lyuk, ott minden elvész. De van két látható része ennek a társadalomnak, amely, megint csak azt kell mondjam, még csak nem is a hétköznapi emberek szintjén, de a két tábor értelmisége és megmondó emberei, azok olyan módon feszülnek egymásnak, ami már-már elviselhetetlen. Mi egyébként pont ennek az egyik fele vagyunk. És ugye ők, a másik oldal, azt gondolja, hiszi és mondja is rólunk, hogy mi kétségbeejtően és megváltoztathatatlanul provinciálisak, elmaradottak, törzsiek, ebbe a nemzeti, hagymázas nemzeti létbe beleragadtak vagyunk. Nekünk nincsen közünk Európához, mi be vagyunk zárva a saját tradícióinkba, meg ostoba hagyományainkba. Mi olyan dolgokhoz ragaszkodunk, amelyeknek már az ég egyadta világon nincsen semmi értelme. Mikor így kicsit tudományoskodva akarják ezt megfogalmazni, akkor előkerül mindjárt az a fogalom, hogy olyan mi vagyunk a fölkis, vagyis a népi alakok, fasizmus előszobája. És mindig fasizmust mondanak, persze mindig a nácizmusra gondolnak, csak a két fogalmat állandóan összekeverik. Ő felőlük mi így látszunk. Mi nyilván azt gondoljuk, hogy ebből semmi nem igaz. Mi őróluk azt gondoljuk, hogy ők a társadalom mérnökök. Azok a hagymázas, kicsit hibbant, eszement, küldetés tudatos alakok, akik elég nagy múltra tekintenek vissza a históriában, akik mindig megálmodnak egy ideális társadalmat, és aztán ha törik, ha szakad, ezt megpróbálják megvalósítani. És ebben az értelemben ők a folytatói a jakobinus, bolsevik és náci hagyományoknak, aminek egyébként valóban jogfolytonos utolsó vadhajtása volt, az a bizonyos 68-as forradalmi hullám, ami végig söpört az akkori Nyugat-Európán, és nagyjából akkor kezdtek el végképp tönkretenni mindent. És mi felőlünk ők úgy látszanak, hogy mit is akarnak ők most? Ugye ők a kétdimenziós emberek, akiknek az életében két dolog van. Az individuum, az egyén és a szabadság. De a szabadságról olyan fogalmaik vannak, hogy a szabadság az valami olyan abszolútum, valami elvont dolog, amit az ember soha nem képes a maga valójában és teljességében megélni, de az emberi életnek egy célja van, hogy ezt megpróbálja. És ettől lesznek ők kétdimenziósak. És mivel az amúgy nem létező szabadságot akarják újra és újra a maga teljességében megélni, ezért, és ez már 68 óta folyik, ugye mindenféle identitást megpróbálnak eltörölni. Kezdték a vallási identitás el. Nincs többé Isten, arra nincsen szükség. Ezen ők már túl vannak. Jött a nemzet, mint identitás, arra sincsen szükség. A nemzet is csak leláncol, békjóba köt. Hát aki nemzeti tradíciókba, meg hagyományokba bilincseli magát, az hogyan is élhetné meg a szabadságot. Egy igazi modern, liberális, posztliberális, az azt gondolja, hogy mindjárt az egész emberiséget kell szeretni.
Mi persze tudjuk, hogy aki az egész emberiséget szereti, az valójában saját magán kívül az égvilágon nem szeret senkit sem. Szóval nemzeti identitásra sincs szükség. És ebből következik, már ha elfogadjuk Chesterton tételét, és miért ne fogadnánk el, hogy a nemzet az nem más, mint a családok családja, hogy persze családi identitásra sincsen szükség, és ha családi identitásra sincsen szükség, akkor nemi identitásra sincsen szükség. Ennek felszámolása zajlik most a szemünk előtt. Önök is tudják. A férfi-nő dihotómia az ő szemükben egy meghaladott ostobaság. Semmit nem jelent, hogy egy újszülöttnek milyen genitáliái vannak, ez csak egy társadalmi konvenció, majd eldönti, ha fölnő. És amúgy 72 féle nemi identitás közül lehet ma már válogatni a CEU vonatkozó tanszékein. Na most ez önmagában megmosolyogtató, és tényleg az, de még egyszer mondom, ezek pénzt, paripát, fegyvert megkapják ahhoz, és mint minden küldetés tudatos elmebeteg, elég elszántak is ahhoz, hogy az általuk elképzelt ideális világot, ami jelen esetben mi is, egy nemzeti kötődés nélküli, vallási kötődés nélküli, családi és nemi identitás nélküli kevert, nyílt társadalom, ahol nincsenek országok, nincsenek határok és nincsenek nemzetek, ahol mindenki együtt van, valami masszában, és ez az ideális. Elhivatottságuk is van hozzá, mert bolondok, és van mecénásuk is, aki ezt az egészet finanszírozza. Erről szól ma Európa tönkretétele. És hogyha nagyon egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, hogy mi a választás tétje meg, hogy miért megyünk 15-én az utcára, azért, hogy ők ne győzzenek. Hogy ne az legyen, hiszen mi azért még emlékszünk arra, hogy mit jelentett az ember történetében és történelmében és históriájában az, amikor jöttek a társadalommérnökök és nekiláttak az ideális társadalom felépítésének. Tudjuk, hogy mi lett a jakobinus diktatúra vége, tudjuk, hogy mi lett a bolsevik diktatúra vége, azt is tudjuk, hogy mi lett a náci diktatúra vége, azt is tudjuk, hogy utána a visszajövő és egész Közép- és Kelet-Európát fölemésztő újabb kommunista 4 évtizednek mi lett a vége. Szerintem mi vagyunk az a politikai közösség, amely nem óhajt még egy kísérletben részt venni. Hanem sokkal inkább szeretnénk a megcsontosodott hagyományaink és nemzetfelfogásunk és mindenféle begyöpösödött múltszázadi, egyáltalán nem modern elképzeléseink szerint élni, és minket még az is köt, hogy speciál mi van a lábunk között. Tudom, hogy ez tragikus, de nekünk fontos. És hogy éljünk már így? Na hát erről fog szólni ez a választás. Mert ha visszajönnek, akkor nem az a baj, hogy tönkre fogják tenni a gazdaságot. Idézőjelben mondom, kit érdekel. Szörnyű lesz az is, de egyrészt azt már ismerjük, másrészt azt tudjuk, hogy hogy kell helyre rakni. Már kétszer helyre raktuk, most akkor majd legfeljebb helyre rakjuk harmadszor is. Bármilyen unalmas is lesz. De ha nekiállnak ezt a társadalmat erőszakkal, átalakítani, vegyessé, keverté tenni, megfosztani nemzeti jellegétől és identitásától, az generációk életét fogja tönkretenni. Az nem úgy van, hogy majd 4 év múlva visszajövünk, azt rendet csinálunk. Hát nézzék meg, hogy hogy néz ki ma Nyugat-Európa emberek. Nézzék meg, hogy hogy néz ki. És igaz ugyan, hogy ez sok-sok évtizedes folyamat végeredménye. Ez nem 2015-ben kezdődött. A 2015-ös nagy migráns válság az csak felgyorsított mindent, de Nyugat-Európa a II. Világháború óta szisztematikusan teszi magát tönkre. Szisztematikusan.
És miközben a nyugati társadalmak lázadnak, és sorra fogják egyébként lezárni a határaikat, mert szétment, szétesett a hagyományos társadalmi szövetük, akkor mi majd hagyjuk, hogy visszajöjjenek ezek a hagymázas őrültek, és elkezdjék ide betelepíteni a brüsszeli elmebetegek akarata és szándéka szerint a migránsokat? És majd akkor mi hova fogjuk őket visszaküldeni, ha már Ausztria, Németország és Olaszország is lezárta a határait? Hát akkor mi leszünk a zsákfalu? Ezt már nézünk hülyén, mert az összes itt marad. Hát ezt kéretik szépen végig gondolni, ha kérhetem. Hú, de sokat beszéltem, köszönöm. A Sajtóklub országjárás következő adására Észak-Magyarország legnagyobb városa Miskolc várja Bayer Zsoltot és csapatát. A helyszíni felvételre jelentkezni lehet a www.ekoklub.hu oldalon.